Szia! Ma Lengyel Józsival, a Torta és Karamell alapítójával, Győr és valószínűleg hazánk legnépszerűbb, legkedveltebb mestercukrászával beszélgetek arról, hogyan lesz felejthetetlen látvány és ízvilága esküvői tortádnak és desszertasztalodnak. Ha készen állsz arra a rengeteg finomságra, ami odabent vár minket, akkor nyomj egy lájkot! Nagy izgalommal készültünk erre a mai beszélgetésre, hiszen a mennyasszonyi torta egy igazi nagy látványeleme lehet az esküvőnek. Mesélj kérlek nekünk arról, hogyan is juthatunk hozzá egy ilyen gyönyörű tortához, mikor és hogyan kezdjünk neki a kereséshez. Hát, hogyha jó szakembert szeretnénk az esküvőnkre, akkor mindenképpen érdemes időben és nem az utolsó pillanatra hagyni a torta készítést semmiképp. Hogyha régi időket nézzük, akkor régen ez nagyon megszokott volt, hogy az utolsó időszakban elegendő volt egy cukrászt keresni, és elkészítették a tortát, de most már akkora nagy elvárások vannak, és olyan magasra tették az igényeket a párok, illetve maga a világháló, hogy ami lehetőségeket kínál, és ugye hát minden mennyasszony, szoktam mondani, ez az Insta világgal kapcsolatban elég jól felkészült, és ugye nagyon nagy igényeket támasztanak a párok az esküvői tortákkal kapcsolatban, és ahhoz, hogy valami szépet és igényeset kaphassanak, ahhoz mindenképpen időben kell, mert a jó szakembereket, azt gondolom, talán ez az egyik jó ismérve ennek, időben lefoglalják és telítettek a hétvégéig. Nálatok hogyan történik a torta választás, hogyan tudsz nekik segíteni, a pároknak hogyan tud segíteni? Hát én abban hiszek, hogy minden pára, hogy egy személyiség, így a tortájuknak is egy személyiséget, az ő ízlésüket, igényeiket kell, hogy képviselje, és ez csak úgy lehet az ő ízlésviláguk, hogyha egy kicsit megismerem őket. Minden alkalommal van egy személyes találkozó, amikor itt ebben a kis tárgyalóban leülünk, és akkor egy kóstolással egybekötött beszélgetés alkalmával kiválasztjuk az ízeket, kapok információkat tőlük, hogy milyen ruhában lesznek, milyen dekorációt képviselnek majd, mit szeretnének, milyen elképzeléseik vannak, illetve én abból is nagyon sokat építkezem mindig, és ez nekem nagyon sokat jelent, amikor látom őket, hogy megjelentek, és az a stílus, amiben ők megjelennek, tehát egy hétköznapi ruha, az egyéniségük az már alapból tükrözi azt, hogy ők valójában, és így azért nekem egyszerűbb. Milyen kérésekkel szoktak hozzád érkezni? Vannak egyéni elképzeléseik, vagy pedig inkább a divatirányok határozzák meg majd a végeredményt? Mint hogy minden ember más, így a párok is, mindegyik egy saját kis külön ízlésvilág. Vannak felkészült mennyasszonyok, akik már határozott elképzeléssel vannak, vannak, akik abszolút rám bízzák magukat, sőt általában én azért az elmúlt évek tapasztalata, hogy talán a munkának is, vagy az elmúlt éveimnek köszönhetően is talán bizonyítottam annyit, hogy a párok azok teljesen felkészületlenül vagy elképzelés nélkül jönnek, bár lehet, hogy titokban vannak elképzeléseik, de általában én ezeket átírom nekik, és itt találjuk ki közösen, hogy mi az, ami, ugye ahogy említettem is, az instrukciókat, információkat megkapom tőlük, hogy milyen esküvőjük lesz, illetve hogy megismerem egy kicsit őket, és ezeknek a hatásoknak a végeredménye igazából az, ami az ő tortájuk lesz majd. A trendet követed, vagy inkább te diktálod? Ez megint egy jó kérdés, mert én nem igyekszem nem követni és diktálni sem, én egyszerűen csak önmagam próbálom képviselni, illetve, hogy említettem, a párokat. Az esküvő szerintem egy annyira tradicionális dolog, hogy megvannak azok a gyökerei, ami szerintem fontos minden egyes tortánál. Az én olvasatomban egy torta mindig kerek, és kerek is marad, mivel nőnemű, és emellett meg a kör, ugyanúgy, ahogy a gyűrű az örökké valóságot, a folytonosságot képviseli, és szerintem a torta sem lóghat ki ebből a sorból, illetve az én személyes ízlésem is azt diktálja, hogy ez egy elegáns kivitelt fog eredményezni. Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az exkluzív desszertasztalok. Ezeket hogyan tervezitek meg, mennyit érdemes rendelni, mi kerül fel rá? Hát a desszertasztalok azok egy 5 éve jöttek be itt is most már Magyarországon. Egyre többen kérik, és hatalmas lehetőséget kínál egyébként. Az elmúlt években én is jeles tagja voltam annak, aki próbálta képviselni ezeket a desszertbüféket, és tényleg minden szezonban, minden esküvői időszakban rengeteg ilyen desszertbüfé, desszertasztalt raktunk össze. Ez nagyon, a desszertbüfé az egy különös fénypontja, látványeleme az esküvőnek, és itt a gyomron keresztül, vagy amellett még a szemet is el lehet vele kápráztatni. Rengetegféle ízt fel lehet vonultatni egy-egy ilyen desszertbüfében, illetve külsejét tekintve pedig mindig szezonálisan, vagy pedig az esküvő egyéniségének, stílusának, a dekorációnak a hangulatát idézve olyan desszerteket lehet felrakni, kiegészítőkkel kiegészíteni, ami tényleg egy szép látványosság lesz majd. És azt látom minden egyes esküvőn, ahol részt veszek, hogy ennek hatalmas sikere van, és szinte tényleg a megfelelő mennyiségben viszünk egy esküvőre, akkor tényleg egy 4 óra 20 perces tiszavirág életű egy ilyen desszertbüfé a megnyitást követően, és utána szinte el is lehet pakolni egy ilyen desszertbüfét. És ez talán azért is előnye a régi megszokott verziónak, amikor asztalra kipakolt tányéros sütemények voltak, mert az embereknek egy teljesen más igénye támad lassan most már a desszertbüfékkel kapcsolatban. Megszoktuk ezt az egy tányérról, ahogy szoktam mondani, egy közös tányérről turkálós, mindenki szedegetés. Ugye ez Murphy törvénye, hogy mindig a legalsó sütemény tetszik mindenkinek, és ahhoz az összes süteményt át kell pakolni. A desszertbüféknél szépen sorba igényesen fel vannak rendezve ezek a desszertek, és mindenki ennek az igénynek megfelelően is szolgálja ki magát, és ezt jól látni. Az esküvői helyszínnek milyen feladatai vannak a tortával kapcsolatban, hogyan kell a tortákat tárolni, illetve a párok mit kérdezzenek meg a helyszínen? Hát a helyszíni tárolás az nagyon fontos, ugyanígy ahogy mi ránk is vonatkoznak a HACCP-s előírások így a helyszínekre is, és hogyha valaki egy kicsit is magára valamit is adó helyszín, akkor a tortának, illetve az édességeknek egy külön hűtőt biztosít. Én azt szoktam javasolni mindig, hogyha a helyszínen, mert hál' Istennek sokszor megkérdezik tőlem a helyszíneken, hogy milyen hűtést kell biztosítaniuk, hogy a tortának, ha minden lehetőség adott, akkor egy külön hűtőt biztosítsanak, illetve magának az apró süteményeknek, a desszertbüfének egy másik hűtőt. A tortának ugye attól függően, hogy mekkora kapacitású maga a helyszín, ugye akkorának kell lenni. Én azt szoktam mondani, hogy egy 300 literes hűtő az már minden igényt kielégítő, 3-400 literes hűtővel, egy statikus hűtővel már teljesen jól ki lehet szolgálni egy 200-250 fős esküvőt is, hogyha a torta részét nézzük. Mert a sütemények ugye az egy másik kérdés, mert ugye ugye a desszertbüfék is lehetséges, tehát ha desszertbüfékhez több hűtőre van szükségünk, tehát ugye nagyon sok doboz, illetve sütemény, ami megjelenik, és ugye el kell tudni tárolni hűtve, illetve hogyha még a köszönő ajándékok is, valamelyik esküvő még mindig szokás, hogy süteményeket visznek, annak pluszban egy hűtőre még mindig szükség van. Tehát ezt azért át kell gondolni minden egyes helyszínen, de a hűtés az mindenképpen feladata egy helyszínnek. Értem. Láttuk a honlapodon kiírva, hogy kevesebb esküvőt vállalsz idén. Mi ennek az oka? Ha valaki ismer, vagy egy kicsit is hallott rólam, akkor tudja, hogy nagyon sok éve vagyok már itt ebben az esküvős szegmensben, és ez egy kicsit el is hatalmasodott az elmúlt években rajtam. Én nem titkolom, és nem is titkoltam, egy kicsit el is fáradtam ebben, és nem szerettem volna egy kiégett öreg cukrász lenni, tehát mindenképpen szeretném azt a színvonalat, illetve minőséget képviselni, amit eddig is az elmúlt években tudtam biztosítani. Illetve vannak más terveim is, ebben is őszinte leszek. Sok dolog van a fejemben, egy kicsit próbáltam leszűkíteni a hétvégéket. Ami esküvőket vállaltam az idei évben, körülbelül 30-35 esküvő, ha jól emlékszem, most 33 esküvőn van összesen az idei évre. Ezeken mindegyiken szeretnék jelen lenni, és én szeretném a háttérben összekészíteni a tortaasztalokat, és személyesen átadni a pároknak. Az elmúlt években egy-egy alkalommal már próbálkoztam ezzel, és kíváncsi voltam, felmértem egy kicsit az igényeket, illetve a fogadtatást, hogy a párok, illetve a vendégek hogyan fogadják ezt. És ahogy láttam, nagyon pozitívan fogadták, és mindig hatalmas töltéssel jöttem én magam is el egy ilyen esküvőről, illetve egy újdonság, amit az idei évtől csinálok, ezt tavaly megint csak kísérletezgettem, hogy a desszertbüféket nem készítem össze teljesen, mire a vendégek beérkeznek a terembe, hanem csak felépítem a desszertbüfének a kiegészítőit, a tortatartókat, a dekorációt, és egy üres pultra érkeznek be a vendégek, és a süteményeket akkor helyezem fel a desszertbüfére, akkor építem teljesen készre, amikor már a vendégek helyet foglaltak és elkezdődött a vacsora, és ez egy ilyen plusz látványosság, egy kis show elem, mondjuk így, de nagyon pozitív a visszatükrözés, amit ebből kapok, a visszajelzés, és ahogy említettem is, még furcsa, egy kicsit szokni kell azért az átlagembernek ezeket a desszertbüféket, és egy kicsit az embereknek is más a hozzáállás egy ilyen desszertbüféhez, hogyha látják, hogy ahogyan építem fel az egészet, és amelyen igyekszem igényességgel és tényleg elhivatottsággal építeni, szeretettel, ők is ugyanúgy fogják fogadni, illetve ugyanúgy fogják ezt a desszertbüfét maguk kezelni. Igen, hát mi már láttunk ilyen desszertasztalt, általad készített desszertasztalt, és gyönyörű volt. Köszönöm szépen akkor a beszélgetést. Ha ti pedig erre jártok Győrbe, akkor mindenféleképpen látogassatok el ide, és ha van lehetőségetek, akkor üljetek le Józsival beszélgetni, beszéljétek át a mennyasszonyi torta ötleteiteket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál velem, bízom benne, hogy hasznosak voltak számodra Józsi tanácsai. Ha tetszett a videó, akkor lájkold és oszd meg barátaiddal. Találkozunk a következő részben!